Itt a szilvásváradi Lipicai Lovasközpont arénájában mérik majd össze erejüket az 1-es, a 2-es és a 4-es fogadhajtók. Visszatekintve a tavalyi esztendőre elmondhatjuk, hogy több mint 2000 ló érkezett Szilvásváradra. A Ménes Gazdaság igazgatója nagy reményekkel várja a versenyt. Cseri Dávid szerint ugyanis a lipicai lovak és lovasaik is jól teljesítenek majd a háromnapos versenyen. Hozzátette, hogy a tét nem kicsi, ugyanis a Szilvásvárad Masters versenysorozat a 2024-ben megrendezendő 4-es fogadhajtó világbajnokság előszobája. Addig minden egyes rendezvény, legfőképp a fogadhajtó versenyek természetesen egy tesztversenynek is lehet őket nevezni, ugyanis folyamatosan konzultálunk a résztvevő lovasok mellett a versenyközegekkel, bírókkal, pályaépítőkkel, sztjuárdokkal, és igyekszünk levonni a tapasztalatokat. A 2021-ben megálmodott Szilvásvárad Masters versenysorozat három szakágat fog össze, és legfontosabb célkitűzése, hogy a települést ismét bekapcsolja a világ lovas sport vérkeringésébe. Ennek kapcsán Dallos Gyula miniszteri biztos elmondta, sosem támogatták még annyira a lovaságazatot itthon, mint 2010 óta. A miniszteri biztos szerint a beruházásnak köszönhetően világszínvonalú versenyek rendezhetők Szilvásváradon, ami a térség fejlődését is segíti. Ez a térség turisztikailag az ország egyik leglátogatottabb része. Évente 600-800 ezer ember látogat ide, és az itt élő településeknek megélhetési lehetőséget ad. Tehát több hasznú a szilvásváradi stadionnak a megépítése, funkciója. A nemzetközi fogadhajtó versenyt követően sem áll le a lovasport Szilvásváradon, hiszen július 28-a és 31-e között a nemzetközi díjugratóké lesz a főszerep a Lipicai Lovasközpontban.